Jól esik a felfrissülés biciklizés közben, miután kedden is kánikula volt Nyíregyházán. A járókelőket, kerékpárosokat és az autósokat is hűtött vízzel kínálták a belvárosban a legmelegebb órákban. A közterület felügyelet számára a nyári időszak több időszakos feladatot jelent a város bel- és külterületén egyaránt. Ennek hatására, ami meleg van, a drága erős növényünk a parlagfű szerencsére elkezdett nagyon-nagyon jó minőségben és gyorsan nőni, és ugye elkezd lassan már pollent is fogja szórni, és ez azon kívül eddig is nagyon sok munkánk van, ez most egy nagyon-nagyon plusz feladat van, hiszen már nagyon sok lakossági bejelentést kaptunk ezzel kapcsolatban. Azzal, hogy most ilyen nagy meleg van, ugye ez igazából csak a felügyelőknek a munkája nehezebb, hiszen ők is ki vannak téve ennek a nagyon nagy hősének, hiszen felügyelők nem csak kocsival, hanem gyalog is dolgoznak. Mi is igyekszünk őket vigyázni rájuk, tehát mindenki el van látva a megfelelő hűtött folyadékkal, ha ki vannak a munkájuk során, napszemüvegen kapnak, tehát ami kell, az ők is el vannak látva. Ezen túl már az is megszokott, hogy a vízosztást koordinálják a felügyelők. Két autóval érkeztek ide a belvárosi bevásárlóközpont melletti térre, ebből osztották ki az 1500 palack hűtött ásványvizet. A kínálásban segített még Jászai Menyhért alpolgármester és dr. Kása Brigitta aljegyző is. A hőség idején a szakemberek folyamatosan hangsúlyozzák, mennyire fontos a folyadékfogyasztás. Az önkormányzat ebben tudott segíteni a járókelőknek fél-fél liter szénsavmentes ásványvízzel. Ennek azért van egy komolyabb oka, tehát vöröskódriasztást rendeltek el központilag, amely szerda éjfélig tart. Ennek az a lényege, hogy ha egy bizonyos szintet a napi átlaghőmérséklet fölé megy, akkor a szociális intézmények, azon belül a bentlakás intézmények kötelesek megnyitni hajléktalan személyek számára a kapacitásaikat. Azért, hogy ezt a nehéz időjárási körülményeket könnyebben átvészeljék egészségkárosodás nélkül az emberek, ne az utcán találja őket ez a hőség. És hát ennek az apropóján ehhez kapcsolódóan enyhíti az önkormányzat, próbál segíteni a járókelőkön. 1500 palackvizet vásároltunk, hűtöttük, azt osztjuk most szét, és mondhatom, hogy hagyományteremtő ez a dolog, mert korábbi évben is ez történt. A jövőben, amennyiben az extrém időjárás ezt igényli, akkor újra, de ez mindig a hőmérséklethez van kötve. Bár egy érkező hidegfront szerdára újabb záporokat, zivatarokat ígér, a hőmérséklet így is 28 és 36 fok között marad a hét további napjain is.